ennek a barna lány törpenyuszinak a neve Sári, ennek a fiúnak pedig Alfred. A karcagi Nagykune Református Általános Iskola és Talentum Ovoda az Állatok Világnapja alkalmából minden évben rendezvényeket szervez. Ebben az évben is megtartotta az intézmény a kisállat bemutatóját. Ezen a napon a diákok elhozzák megmutatni kedvenc kisállataikat társaiknak. Voltak itt kutyák, macskák, nyulak, teknősök, papagájok és hüllők is. A templomkertben megtartott eseményen az intézmény vezetője, Földváriné Simon Ilona Anna adott tájékoztatást tábunknak a rendezvényről. A Talentum Óvoda és a Refi Suli második alkalommal nyerte el az Állatbarát Óvoda, illetve az Állatbarát Iskola címet. Ez egy országos cím, erre lehetett pályázni. És az óvoda, illetve az iskola most ebben az évben csatlakozott szintén egy országos programhoz, mégpedig az Állatbarát héthez. És ez a program, amit itt látunk most a református templomkertben, az egész hetes program sorozatnak tulajdonképpen egy része, egy betétje. Október 4-e az Állatok Világnapja, és ezzel a programmal is az állatok kerülnek előtérbe, az állatok kerülnek a központba, és nem csak az állat szeretete a fontos, hanem megismerik a gyerekek a felelős állattartásnak és a követelményeit, hogy hogyan kell az állatokat felelősen tartani otthon, vagy akár kertben, illetve a lakásban. Igazgatóasszony hozzátette, hogy ez a kis bemutató a Diák Önkormányzat programja. Minden évben családias hangulatban sikerült megtartani ezt az eseményt. A gyerekek és kiskedvenceik mellett a szülők is aktívan részt vesznek a programok során. Ebben az évben is igencsak sokszínű volt a felhozatal. Számos különleges állatot megcsodálhattak a megjelentek. Kukorékolt itt már kakas, láttunk tyúkot, kis disznót is, tehát hüllőket, úgyhogy tényleg nagyon színes a felhozatal, és nagyon örülünk ennek, hogy tényleg a gyerekek, a tanítványaink gondoskodnak az állatokról, és hogy mennyire szeretik az állatokat. Megkérdeztünk néhány diákot is arról, milyen állatot hozott a bemutatóra. Egy testvérpár két nyulat mutatott meg iskolás társainak. Igazából egy vásáron vettük őket Vácon, törpenyulként, mint látszik, hát nem törpenyulak. Meg lehet simogatni, fiú? Persze. És nagyon gyorsan nőnek, pár hónaposak. Egy nap háromszor szoktunk nekik enni adni, nagyrészt tápot. Gyümölcsöt nem szabad nekik sokat enni, meg zöldséget, mert nem lesz jót nekik. A barna az Barnabás, én meg Flash. Azért kapta ezt a nevet, mert ugye nagyon gyors, én meg ugye mert barna. Egy diák egészen különleges hüllőt hozott a bemutatóra. Édesanyja mutatta meg stábunknak a csöppet sem hétköznapi állatot, egy Ausztráliában őshonos, szakálas agámát. Kimondottan direkt azért is lett nem hétköznapi állat választva, mert már ilyen, hogy tengeri malac szerintem lassan minden háztatásban van, de a hüllő az egy különleges állat igazából, a nevelése is. Szóval ő nem az a jószág, akit simogatni lehet minden egyes nap, hanem ő inkább a terráriumnak a része. Viszont nagyon látványos és barátkozó is, mert ő például most, hogy nincsenek ennyien körülöttünk, most jobban meg lehet fogni. Oda-haza például a lakásba is elközlekedik, ha kirakom. És a gyerekek ugyanúgy elsétálnak mellette, meg ő is mellettünk, úgyhogy nem egy félős. A kutyák és a macskák sem maradhattak el egy ilyen rendezvényen. Nagyon sokféle kis kedvenccel találkozhattunk a bemutatón. Nagyon vártam, és szeretem, hogy így az állatokat így bemutatjuk, meg mindent, hogy mindenki látja.
Egy másik tanuló a Baromfi udvarból választott magának házi állatot. Ő egy holland bóbitás tyúkot hozott. Azt is elárulta, hogy mit eszik egy ilyen baromfi. A magvakból kukoricát napra forgott, meg néha egy kis cirkot, meg itatokból öntünk vizet. Olyan nagy a búbja, hogyha nem vágnánk le a tollat a szeménél, akkor nem látna úgy nagyon rendesen. A rendezvény tehát elérte célját. A gyerekek megismerhették és megcsodálhatták egymás kis kedvenceit. A diák önkormányzat pedig oklevéllel jutalmazta a legviccesebb, a legszebb, a legnagyobb és a legkisebb állatot és gazdáját. Az intézményben az Állatok Világnapjához kapcsolódóan további rendezvényeket is szerveztek. Kutyabemutatót is megnézhettek a tanulók, valamint egy szakember is előadást tartott az otthoni állattartás szabályairól.